HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Sziasztok, ismét itt vagyunk. 2023-at írunk most már, így a forgatási napokat tekintve. Márciusban folytatjuk közkívánatra a 3-2-1+1 című talkshow műsorunkat. Én annak nagyon örülök, hogy egy hagyományt folytatunk, hiszen pont abban a székbe ült Hideg Krisztián, akit elsőként köszöntök, ahol a műsor legelső adásában édesapád foglalt helyet. Mekkora megtiszteltetés őt követni ebben a székben is, mint ahogy annak idején a versenyautó üléseiben is őt követted. Lehet, hogy pont ez a szék volt, nagyon jó érzés itt ülni. Köszönöm. Na, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hát mellékesen te háromszoros horvát abszolút bajnok vagy, de előtte Magyarországon is bizonyítottál, hiszen az M csoportban is lettél abszolút bajnok, és a Mitropa kupát, a nemzetközi sorozatot is kétszer elnyerted, és még meg annyi címed van, de hát ezeket majd a műsorsán úgyis részletezni fogjuk, jó? Jó, köszönöm. Melletted egy másik Mitsubishi pilóta, hiszen azért, akik itt helyet foglalnak, jó pár ezer versenykilométert megtettek ezzel a típussal, méghozzá Elek Istvánt köszöntöm, szervusz Pisti. Köszönöm a kívást. És én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, mert már engem is nagyon sokan ostromoltak, hogy neked ebben a műsorban mindenképpen itt a helyed. Hát ez most létrejött ez a találkozó, és téged is köszönhetlek itt, mint ennes abszolút bajnokot. Annak idején csináltam erről ugye egy interjút, a pályafutásodra egy összefoglaló írást az én oldalamon, úgyhogy most pedig személyesen is felidézzük majd ezeket a történeteket. Állok elébe. Úgy legyen. Osváth Péter, szervusz Péter, hát aztán te is, Lada VFTS-től kezdve Mitsubishiig, de az utóbbival érted el a legnagyobb sikereidet. Ha nem is tudtál bajnoki címet nyerni, de háromszor szorultál le a dobogó legmagasabb fokáról éves értékelésben, háromszor lettél második, de hát azért gondolom nem keserű a szájízed. Én is köszönöm a meghívást, és igen, ez valóban így van. No, hát én úgy gondolom, hogy remek perceket fogunk itt együtt tölteni, mert neked is bőven van sztorid a pályafutásod során, neked sem ma kezdődött, úgyhogy jó pár évet fogunk itt átölelni majd a műsor folyamán. És hát a legfiatalabb tag, a plusz egyes itt a mezőnyben, Hideg Ádám, szervusz! Szia, köszönöm a meghívást! Remélem nem izgulsz, mi annál jobban. 15 évesen itt ülsz egy ilyen televíziós műsorban, de szerintem neked ehhez most már hozzá kell szokni, főleg egy olyan úriembernek, aki tavaly a gokásportunk legnagyobb sikerét ért el, hiszen a VB-n ezüstérmes lettél, amihez utólag is gratulálok. Köszönöm szépen. És hát itt a helyed a műsorban, és akkor így megvan az arany generáció, hiszen édesapád után te, és látod, a te fiad is itt van ebben a műsorban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és akkor csapjunk bele. De hát nyilván most ilyenkor mindig mindenki nálam az első kérdés, hogy hát hogy kezdődött, de hát szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy te édesapád mögött edzéseken bukócsőbe kapaszkodva, bustáros kenyére fölnevelkedve, ugye? Így van, Ikarusz buszban aludva, nagyon jó időszak volt gyerekként. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy én is versenyezni fogok, tehát én nagyon szerettem volna ezt csinálni, úgyhogy elég fiatalon, 17 éves koromban már rallycrosszal el tudtam kezdeni. Így van, az volt az első szakágad. Igen. És de bocsáss meg, hogy szabad vágok. Azért te megízlelted annak idején a rally világából azt a hangulatot, amit még az édesapádik korosztályod képviselt, azt az igazi családias összejöveteleket, amelyek a rally futamokon létrejöttek. Mindenki családostól, gyerekestől jött, hatalmas bulik voltak, és gondolom, hogy ez is egy vonzerő volt, nem? Hogy ebbe a közegbe belekerüljél. Igen, és nekem akkor a szerencsém volt, hogy tréningekre mindig vittek magukkal, tehát én az elejétől fogva láttam ezt az egészet, hogy hogy tréningeznek, hogy bandáznak, hogy készülnek rá magára a versenyekre, az azért egy teljesen más világ volt. Tehát ott, amikor elmentek tréningezni, az két hét volt. Nem úgy, mint most, hogy kármat lehet menni, vagy kettőt egy pályán, és akkor utána élesbe kell menni. Azért az egy teljesen más világ volt, és elejétől végéig láttam ezt az egészet, úgyhogy nekem nagyon tetszett, és gyerekként nagyon jó volt ott felvenni. Elég motiváció volt ahhoz, hogy tényleg belevágjál ez a hangulat, és ez a feeling, ami hát ott megérintett? A motiváció az megvolt az elejétől, ugye azért. Jancsi papa, tehát ő azért elég komolyan nyomta, elég nagy közönségkedvenc volt, és igazán őrült tempóba közlekedett, tehát sokszor láttuk versenyezni, tényleg igazi élmény volt, például jött a Bajdon a hidas kanyarba, csak hát akkor ugye még nem volt internet, meg ilyen telefonok, és
Néztük, összeért egy helyen a pálya, elkanyarodott onnét, még 300-400 méter, és ott a cél. És megnyugodtunk, jó, átment a célon, beültünk a kocsiba, hazajöttünk, azt másnap derült ki, hogy 100 méterre a célt lefogazott a difi. Tehát mi itthon másnap tudtuk meg, hogy nem sikerült megnyerni a versenyt, ott kiestek, tehát az egy kicsit más világ volt azért. Hát annak is megvolt a szépsége, meg hát a mostanak is megvan. Te apád népszerűségére és arra a teljesítményre, arra a nagy talpra, arra te vágytál? Tehát ez is meghatározó volt, hogy na, te esetleg még túlszárnyalod őt ebben? Hát biztos volt egy ilyen versengés köztünk mindig, de nem igazán ez számított. Tehát én mindig maximumot akartam kihozni, mindig jól felkészültem. Dolgozó szállítás. Buszrend. Csoportoknak. Buszrend. Rendezvényekre. Buszrend. Komfortos és környezetbarát járművek. Buszrend? Ez nem kérdés. Hát én azért emlékszem, tudtam, hogy az első csinálok kilométereidre, amikor fölkerültél a rallycrossba, a ralliba is. Hát igen, vehemensen kezdett. Már arra nem is emlékszem. De én emlékszem, ott a 90-es évek elején. Én a sajókazai célba, ott álltam apuddal egymás mellett, én arra emlékszem. Nem ezt azóta is emlegetem, én még életemben már ott álltam, ilyen magasan repülőt. Igen, azt majd felidézzük. Egymás mellett álltunk a fateroddal. Akkor te is láttad ezt a szalatot? Ott álltad. Te is? Én ott álltam vele, fateroddal. És nagy volt? Á, dehogy. Nem volt. Aput túlzott egy kicsit, hogy de. Dehogy. De hát nálad is ugye hivatalosan bekerült az időeredményed az eredménylistára, mert a célon átmentél, csak hát beíróba, ugye a beíróban már tetőn érkeztem. El, igen. Majdnem eljutottunk addig. Te is lefogasztad, mint a fater, nem? Az nagyon kemény mond. Én le, csak én a tetejét, meg a mindenét. Meg majdnem a saját fogaidat, ugye ez a Ford Escort Cosworth volt az első autó, amit ugye Olaszországba hoztál be. De ez meg volt írva. Gyakorlatilag ezt az autót, mert megvettük, akkor kellett volna kidobni. Tehát annyira rossz volt. Tehát utána vettünk egy sokkal jobb autót, nem tudom, hogy emlékszel. Igen, tudom, ilyen akciós volt. Akciósan volt Técsön egy Escort. Igen. Last minute volt. Last minute volt egy akció, de teljesen még már két másik vevő úton volt. Igen. Emlékszem rá. Nézők lehet nem tudják a sztorit, mi András ezt tudjuk. És utána az egy sokkal jobb autó volt az a lényeg, tehát azzal utána tényleg sikerült hatékonyan versenyezni. Úgyhogy az egy minőségi váltás, utána ez volt a sorsa. Még néztem. Mondom, amortizálás van, de most ez kicsit felgyorsítva. No, ugorjunk vissza az időbe odáig, hogy miért a rallycrosszal kezdted? Mi vonzottat? Gyakorlatilag... Oda nem kellett belépni, nem kellett licensz úgy. De kellett, ugyanúgy kellett licensz, meg jogosítani. Azt tudom, hogy licensz kellett, hanem úgymond előélet, hogy legyen licenszed. Tehát ott a rallycrossban akkor nem kellett, akkor igen, adtak licenszet. Az akkor indult egyébként az előtt években ez a szakágnál. Akkor már az egész jó volt. Ferjánsz Ranga, Fejes Tomi, Kotán Peti, sokan mentek. Igen. Mostanak közül is. Úgyhogy ez egy elég erős időszak volt a Gál Baba. Igen. Jó erős időszak volt. És a Ifitótnak sikerült a BMW-t kibérelni, ugye Jani bácsi meg édesapám nagyon jó barátok voltak, ott létrejött valami Bartel, úgyhogy én tudtam menni akkor egy évig azzal a BMW-vel. Uh-huh. Mondhatom, szuper nagy élmény volt, tehát az egy nagyon kikönnyített 325X volt, tehát összkerekes, szívó, öthengeres, nagyon bika volt, tehát volt, szerintem volt egy 230-40 lóerő. Tudom, talán 1100 kiló, de lehet, hogy annyi se, tehát iszonyatosan el volt könnyítve. Akkor még ilyen műanyag ajtók, meg ablakok voltak a vezető ajtónál is, tehát ez egy más világ volt. Uh-huh. 93-ról beszélünk, érted? Igen, 17 éves 30 éve volt, aha. Uh-huh. És hát nagyon nagy élmény volt, tehát azzal rengeteget mentünk és tréningeztünk azzal. És nagyon jó eredményt értél, hiszen Ranga Laci mögött abban a kategóriában a második helyen végeztél. Így van, az egész jó kis élmény volt. Igen. Lacit nem sikerült megverni. Nem örült volna neki, szerintem, hogyha elsőre ez összejön. Se a tudás, se a technika nem volt még meg akkor hozzá. Tehát. De letetted a névjegyedet, és volt, akkor ez elég inspiráló volt arra, hogy ennek az eredménynek köszönhetően a jövő évben már kaptál licenszet a Magyar Rally Bajnokságban. Igen, a Rally Bajnokságban, és így tudtam én kihagyni a Rally 2-t, meg a navigálást, meg a különböző rémtörténeteket. És gyakorlatilag egy ladával. Na, itt átkapcsolódunk most Istvánhoz, mert én hát is. Ugye azért, mert te is, amikor ugye Ózdon születtél, de később fölkerültél Budapestre, és felnőtt emberként
megismerted ugye az oroszlán testvéreket, és valahonnan neked pedig így jött az inspirációd arra, hogy belekóstoljál a Rali világába. Nyilván azt tudjuk, hogy az Ószton nincs messze Salgótarján, és gyerekkorodban már te is azért elég sok Salgóralit megtekintettél személyesen, nem? Voltam kint egy párszor, igazából nem vittem túlzásba a dolgot, kimentem Ceredig, aztán az Agyvarónai gyorsaságit, ami szerintem az egyik legjobb Magyarországon, úgyhogy mindig a végén az utolsó kanyaroknál látunk, de nem olyan túl sokat jártam én Rallira. Tehát inkább azt mondanám, hogy tehát nekem Krisztiánnal szemben körülbelül annyi közöm volt a Rallihoz, srácként meg úgy egyáltalán, mint mozgó lépcsőnek a WC-hez. Tehát semmi, abszolút. Tehát olyan szinten, hogy tényleg az autózás az annyiből állt nekünk, hogy ugye a srácokkal mentünk ott a Bükkbe, és ugye vártuk, hogy jöjjön a tél, és akkor beindult hát a sízés. Igen, mert igen, az a másik kedvenc sportágad ugye a sí. Így van, és én 4 éves koromtól sízek, és amikor végre jogosítványom lett, semmi más nem csináltam. Minden nap fel, le, építőipari cégnél dolgoztam, a főnök azt mondta, hogy fagyszünet van dolgozóknak, Istvánkám, írd be magadat, hogy itt voltál, azt mehetsz, és reggeltől estig síjelés volt minden nap. Úgyhogy aztán valahogy... Most tudom, a vállalkozó vagy ugyanezen területen, nem? Te is megengeded a dolgozóidnak, nálad is van fagyszünet? Hát most jelenleg azért ez az időjárás, ami most van Magyarországon, annyira nagyon nem kell állnunk télen, úgyhogy januáros nem elküldöd inkább nyaralni. Nem jellemző. Felajánlottam nekik egy lehetőséget, volt egyszer egy szitum, hogy kihívtak Líbiába a munkákkal kapcsolatosan, és mondtam a srácoknak, hogy figyeljetek, télen nem fontos, hogy itt ebben a hűvös időben dolgozunk, novemberben pakolunk, és akkor március végéig Líbiába meló, hajrá. Hát főnök. Onnan haza is kéne jönni, de golyó nélkül. Úgyhogy tehát dolgozunk télen egyelőre, az időjárás az most nekünk nagyon-nagyon kedvező, ilyen szempontból. Igen. Ami nem jó a földnek, az az építőiparnak valamilyen szinten jó. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. No, és hát ennek az iparágnak a révén ismerkedtél meg Oroszlán Tiborral, először ugye vele, és utána később a testvérével, Lacival is. Igen. Szegény Lacival, ugye más percben meg is emlékezünk róla, már ide műsorban sajnos nem jutott el hozzánk. Szóval Tibivel kezdted a kapcsolatot, a Rallival való kapcsolatot. Igen, hát egy munkánk volt, ők is az építőiparban az útépítéssel foglalkoztak, és a munkán keresztül, hogy találkoztunk, a Lacival való találkozásnál esett le nekem igazán a tantusz, hogy hát ezek az oroszlán testvérek, azok az oroszlán testvérek, akik raliznak. És akkor ők kérdezték, hogy miért úgy érdekel a Rally. Mondom, szeretem, figyelem, kijárok egy-egy versenyre, de hát annyira nagyon nem vagyok. Ó, gyere el velünk egy edzésre. Hát elmentem velük, beültem a Laci mellé, és mondta, hogy hát szólja, hogyha túl gyorsan megyek. És akkor valahogy úgy reflexből visszaszóltam neki, hogy nem gond, én is szoktam ilyen gyorsan menni, úgy rám nézett, hogy öcsém, nehogy már ilyen vigéc legyél. Úgy láttam a szemét, hogy mondom, opa, ez egy kicsit erős volt, és akkor utána mentünk egy-két pályára, és mondta, hogy jól vezetsz, mert azt mondja, küldtem az autónak, de jöttél utánam az utcán. Autóddal, és akkor utána aztán volt egy tréning, amikor megkérdezte, hogy szeretnéd kipróbálni az autót. Hát mondom, miért is ne? És akkor Tibi ült mellettem, és akkor lejöttünk a pályára, akkor mondta a Lacinak, hogy figyelj, ezt ennek a sásznak azt mondja, versenyezni kéne. Hát mondom, nekem több se kellett, és akkor nekem az volt a löket, ami a Krisztiánnak az a tetanuszos történet. Ja, ezt még nem idéztük, ez hogy is volt, mert édesapád nyilatkozta itt ebben a műsorban, hogy valami oltásnak köszönheted neked is. Én nem tudtam még, hogy kell elkezdeni az egészet, és akkor valakit megkérdezett, és mondták először, hogy vizsgálatra kell menni, ugye sportolosi vizsgálatra, hogy tisztázzuk. És akkor nem emlékezett, hogy vért vettek, vagy tetanuszt, és ezen nevettünk el. Innét indult a hideg családtörténet, hogy a papa tetanuszt kapott. Na Péter, neked honnan jött a löket, hogy ebbe a sportágba kötöttél ki? Hát ipari tanuló lettem, és elkerültem egy szakemberhez dolgozni, és a Csángó Feri volt neki a szomszédja. Csángó Feri. És valami sárgás színű Lada volt, ugye? Úgy nézett ki a dekor. Mind az Audi a rövid kontroll. Igen. Benne. Így, hogy most mondod, emlékszem Feri autójára. Hát nyilván nekem amúgy is motorozgattam régen, meg ugye a technikai sportok közel álltak hozzám, és hát onnan már azért elég közel volt az út, úgyhogy átkerült oda, vagyis átkerültem oda én is, így a meló végén mentem oda segítgetni, és aki ott volt abban az időszakban, mindenki a Nemes Csabi, a Páhi Csabi, én, mindenki autóversenyző lett, mindenki rendesen megfertőződött az egész történettől. Csabi volt az első navigátorod? Csabi volt az első navigátorod. Igen. Hát azért a Csángó Feri az elég látványosan is nagy talpúan közlekedett, tehát azért nem, A1003-asra az időben, amikor én bekapcsoltam rá, igen, így emlékszem rá, úgyhogy
gondolom, akkor volt inspiráció nálad is. Hát igen, én akkor kerültem, mikor 1.6-osan ment már. Igazából tényleg szerintem nagyon gyorsan közlekedett, csak sajnos nem ért sokszor célba. Igen, van itt jobbra tőled egy ilyen pilóta, aki erről volt híres, hogy iszonyatosan gyors volt, hasonló, azt a technikát hasonló. Még nem találták ki, amelyik ezt kibírta. Ebbennek a stílusa, igen, szinte egyformák voltak, igen. Igen. Úgyhogy én ott fertőzöttem meg ebből a sporttal teljesen, és akkor utána... Mikor tetted meg az első lépéseket a megfertőződés után tényszerűen? Hát ugye akkor úgy volt, hogy a Nemes Csabi kezdett el először versenyezni, mert valahogy nem is tudom már, hogy hogyan van egy... Nem, Pályi Csabi. Pályi Csabi kezdett el először versenyezni, akkor Nemes Csabi megvette tőle az első kereklámpás zsigulit, azt a vinces kereklámpást, amin az a ilyen tépet kockák voltak. Igen. És akkor ő ment először vele, utána kerültél hozzám az autó, akkor én mentem vele utána, úgyhogy... Zöld-fekete volt annak idején. Az a vinszcsikok volt, vagyis az a vinszínek voltak az a... Az a ilyen... Ja, nem olyan volt, mint a cigányi, ez az a dekor? Nem, arra gondolom, mert azon is ez a reklám volt, igen, emlékszem. Hanem az ilyen. A ilyen narancssárga, meg pink, igen. meg talán ilyen bordós, igen. és akkor ilyen kockák voltak rajta. Aha. Mindenhol, és mint hogyha így le lett volna szakítva róla csak a matrica, az autó volt az, és akkor az került hozzám utána, avval mentem akkor egy évet, de akkor nem a Nemes Csabi volt a navigátorom, és utána lett a Balatonyi féle hírhet AKV-s nevezeti lada nálunk, és akkor avval már közösen mentünk a Csabival másodosztályba. Másodosztályba, aha. Ez is a 90-es évek közepetáján volt. 8. Mindjárt puskázol, 96 körül talán? Nem, a kereklámpás volt 6-ba, és ez a 1.3-as volt 8-ba. Ez már 8-ba. Aha. Igen. Na, így kezdődött neked is. HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Hát Ádám, szerintem most ezt a kérdést még egyszer nem rakhatom fel, amit az előbb édesapádnak. Hát egyértelmű volt, hogy te is a technikai sportokba kötsz ki, de hát a rallihoz képest egy kicsi testidegen szakákban vagy, ahol mondjuk jeleskedsz, és majdnem a világ tetejére ültél, rendesen berúgtad az ajtót, de hogy kezdődött ez, hogy te mondjuk például a gokárt felé orientálódjál? Hát én még ilyen nagyon kiskoromban jártam ki apának a versenyeire, és akkor vannak olyan történetek, hogy amíg az utolsó ladás, vagy aki jött utolsónak, addig én a kerítéstől nem mentem el, szóval ott álltam, és mondták, hogy induljunk enni, vagy valahova, és én addig, ameddig volt autó, addig nem jöttem el. Az egész mezőnyt végignézted. Igen. És aztán van egy buszpályaudvar ugye Kaposváron, és akkor ott egy mladi gokarttal, egy ilyen nagyon kicsi gokarttal, ilyen gumikat kerülgettem, meg ott gokartoztam. Aztán volt Kaposváron egy bérgokartpálya, és akkor ott is mentem, és apának az egyik barátja, a Pál Kornél, mondta, hogy neki van verseny gokartja, és hogy Kecskeméten ki tudom próbálni. És akkor ott elkezdtem gokartozni, és aztán onnan folytatódott. Soha nem fordult meg a fejedbe így a pályakezdés idején, hogy rally autóba kezdjél? Nem akartad bármelyik autót is kipróbálni egy mellékuton apu készletéből, amilyen autója éppen volt? Hát én elkezdtem ugye gokartozni, aztán ugye még nem is tudtam rallizni, de nekem... 9 éves volt. Tudom, elmondom neked, apukád ennél fiatal volt, mikor gépkocsit vezetett ott a falu szélén. De hát te is, nem? Jogos, hát a 9 éves azért nem, ha mentem, de azért 9 éves gyerek az elég picit, tehát viszonylag nehezen tudnak szerintem autót vezetni, ami nincs pláne rájuk alakítva. Ja, persze, mi ugye 15-6-7 évesen kerültünk olyan pozícióba, hogy vezették a gázt az utcába, és az utca végén parkoltak az autók, és akkor ugye este kulcsok ki voltak téve, tehát akkor rengeteget tudtunk gyakorolni. De szóval nem 9 éves voltam, hanem mondjuk 15, tudod. Tehát azért az ott egy nagyon nagy különbség termetben mindenben. Tehát ő nem tudott raliba gondolkodni, ezért ennyire fiatalon, aki kezdi a sportot, mindenkinek első lépcső a gokart. Itt azért mindenki jóval idősebb korába került bele ebbe az egészbe. Tehát utána meg el nem ott ragadt gyakorlatilag ezen a pályaversenyzés, ez hát, tetszett meg neki. Hát ez így mutatja neki, mert így is átveszi a szót.
Na, nyilván ez érthető, de hát azért, mivel lejárt már, és hogy mondja a versenyekre, és azt hittem, hogy beült egyébként úgy rally autóba, vagy kandikált. Velem egyáltalán nem. Nem is vitted gyerekkorában? Hát, vittelek, nem nagyon. Nem. Vagy nem merti apu mellé beülni? Én így nem emlékszem, hogy ültem volna. Nem? Ült benne, de tudod, nem ilyen gyorsabb szakadt. Nagyon pici volt, tudod, még be se lehetett kötni rendesen, tudod, akkor mint amilyen 5-6 éves volt. Tehát akkor azt a sztorit nem sütött el, amit édesapád a nagypapádnál, hogy beült mögéjük még tréningen is a csövek között ott ringatózott. Nem. No, tehát akkor neked ilyen szempontból meghatározó volt a gokárt, és akkor ott is ragadtál. És akkor elkezdtem gokártozni, és akkor magyar bajnokság, utána kikerültem a VSK-ra, és akkor egyre profibb sorozatokba, és aztán én ott maradtam gokartba, és akkor onnantól már én gokartozni szerettem volna. Nyilván ennyire nem szaladunk előre, de akkor most látom, hogy te egyértelműen most már pályaversenyzésben képzeled el a jövődet. Az, hogy milyen szakágban, az majd nyilván kiderül, de ez neked nagyon bejön most már. Igen, én pályaautók, vagy hogy pályaautózás felé szeretnék elindulni. Dolgozó szállítás, buszrend. Csoportoknak? Buszrend. Rendezvényekre? Buszrend. Komfortos és környezetbarát járművek. Buszrend? Ez nem kérdés. Ennek te örülsz? Hát, figyelj. Nyilván hatalmas címet elér, de nem érzik a szíved az miatt, jobb, hogy nem a rallis pályákon látod a fiatal. Körbe gyerek, tudod, és akkor látod mindig, hogy pont hol van. Végülhetően egy kanyart nem látsz, van olyan a pályadottsága. Tehát én mindig azt mondtam, amikor elkezdtük a gokart, hogy egy dolga, nem tudom, hogy mit akarok igazából, az egészet az ő döntése, de azt tudom, hogy mit nem akarok. Tehát éjjel, a sötétbe, az esőbe, állni a beíróba, azt várni, hogy jön a gyerek, vagy nem jön, na ezt nem akarok. Nem csodálom. Az, hogy azt ott köröz, és akkor látod minden pillanatát, az még egy sokkal kezdetőbb történet. Nyilván a rally nagyon veszélyes, de ez sem veszélytelen. Tehát az itt is történnek balesetek, tehát nagyon oda kell figyelni mindenkinek. De valamilyen szinten a kockázat mégis kisebb benne. Tehát rögtön mentők, beavatkozó egység, tehát az egy kicsit más az egésznek a felépítése, tehát így apai szemmel. Nem akartam ott várni az esőbe éjjel, hogy... Uh-huh. Viszont én hadd kérdezzek rá, akkor. Persze, nyugodtan. Kíváncsi vagyok, hogy Ádám, körülbelül hány éves korukig csinálják általában a fiatal srácok ezt? Mert lányok is gokartoznak, tudom, nem annyira jellemző, de hogy hány éves korig lehet ezt azért? Hát általában, aki formautazásban szeretne gondolkodni... Nem ez a végcél. Hát gondolom, azért ugye, kérdezem, hogy... Ez az ideális, ha ez lenne az utolsó gokartos éjjel, tehát ilyen 15-16. De vannak, akik például nem tudnak ellépni formautó fele, vagy visszajönnek, és akkor például, ahol most én versenyzek, ott vannak 20 év fölötti versenyzők is, akik azért vannak ott, hogy csapatok fizetik, és hogy már annyira tapasztaltak, hogy azért van egy nagy előnyük, és hogy gyakorlatilag ugye reklámozzák a márkájukat, és úgy mennek oda versenyzők, szóval vannak 20 év fölöttiek is például. De nem ez a jellemző? Hát az a jellemző, hogy ilyen 15-16 éves korukban abba adják a gokartozást. És akkor kezdődik a Forma 4, Forma 3, Forma 2, tehát az FIA-nak egy... Ha így össze-vissza ugránk a témákba, láttam, hogy a világbajnoki ezüstérmed előtt egy pár nappal kipróbáltál egy Forma 4-es autót. Na, az milyen volt? Mert hát azért már testesebb, nagyobb járműről beszélünk a gokarthoz képest, meg gyorsabbról is. Na, milyen volt? Akkor arról mesélj egy kicsit. Én azt nagyon élveztem. Hát ugye más volt, mint egy gokart, ugye nehezebb, meg aerodinamika. Kicsit fura volt. És akkor ugye elején lassabban mentem, a végére gyorsultam. Én nagyon élveztem, hogy ugye a gokartba hátsó fékét, meg ugye mind a négy féket fékezik, szóval azért más volt, de én nagyon élveztem. Sőt, inkább az első kerekekre van nagyobb terhes, meg fékerő is, ugye? Igen. Ezeknél a formájában. És mi volt a tapasztalat a végén, hogy ezt szeretnéd, ezt tetszik? Igen, nagyon tetszett, meg szerintem az idők is biztatóak voltak. Szóval nekem az nagyon tetszett. Volt cikis meleg helyzet? Egy volt. Egy kicsit, pedig? Hát megcsúsztam egy kicsit, aztán egy kicsit kimentem a fűbe, de megfogtam, tehát nem, úgy nagyobb helyzet nem volt. Piros zászló nem volt miatt. Piros zászló sokszor nem volt, volt aztán miatt. Ja. Az apu előtt rátért erre a biztonság kérdése. Milyen az, nyilván ilyen civil módjára, meg amatőr módon én is kicsit gokártoztam itt a barátaimmal, de milyen érzés az, Ádi, egy olyan járműbe ülni, amiből azért lehet katapultálni, hiszen ott nem vagytok bekötve. Amikor kezdted ezt a pályafutást így 9 évesen, soha nem jutott eszedbe, hogy azért ez egy kicsit így veszélyes? Nem nagyon. Nem? Nyilván tudom, de nem foglalkozok vele, vagy hogy...
Szerintem ez nem jó. Mert apujéktól bekötve, bukócső, kaszni van körülöttük, szélvédő, minden. Ti azért beleültök abba a kis kagylőülésbe, érted, ami rátokon szabott ültök, és semmi. És kerék a keréknek, meg minden, azért láttam egy-két látványos bokárban. 150. Igen. Hát nálunk igen. Ugye jobb is, ha kiesel már, mint hogy amikor borulsz, akkor nem jó, hogyha úgy rád esik a gokart, sokszor igen. Jobb, ha kiesel belőle. Volt már ilyen esésed? Nekem nem. Egyszer gyulladtam ki, talán az volt egy a legnagyobb esetem. Aha, az hogy történt? Volt egy baleset, és valahogy átfordultak a fejemen, vagy hogy valahogy átugrattak rajtam. És kiukadt a benzincsövöm, és ez ráfolyt a motorra. És igazából adtam a gáz, mert ugye én folytattam, és gondoltam, hogy megyek tovább, alig buktam időt, és nem volt gáz. És ahogy elemeltem, onnan meg egy padlógáz, hogy olyan volt, mint a fönnakad a gáz, és én ugye mini gokartba így fel tudod tenni a motorra a kezet. Igen, igen. Csak annyit éreztem, hogy befordultam egy jobbos visszafordító, vagy nagyon meleg van a kezem mellett. És kifordultam, és fölnéztem, és annyit láttam, hogy minden a lecsárga, és egy ég. És akkor gyors, hát belementem a falba, és akkor kiugrattam. De szerintem jobban megijedtek a fejek, mint én. Láttad ezt így kívülre? Persze. Ezt konkrétan? Ha, hogy ég a gyerek? Hát az a Lonátói pálya, és az érdekes, hogy a tribün tetején szoktunk lenni, és ott egy pillanatra eltűnnek, és utána 150 méter, ami csak egyenes, utána jönnek elő. És itt láttam, hogy ott volt egy eset, utána el nem befordult, meg még hárman, négyen egymás mellé, és nézem, nem jött ki a túloldalt. Na, hol lehet? És akkor néz, és egy nagy fekete füstpamacs, mondom, meg lesz. Füstjelekből láttad, hogy ez a fiatal? Füstjelekből láttam, hogy igen, és akkor oda futottam, amennyire úgy adok futni. Lementem, néztem, hogy mi van. De Robert barátom rögtön ott volt, és mondta, nyugi, nyugi, minden, oké, gyerek, már a mentőbe. Van, ott van a mentőbe. Mondom, akkor tényleg az eredben van. Tényleg nagyon gyorsan. És mit csinál, ő vezeti? Ezt a semmi nem volt. Ugye, a szíved hogy bírja ezeket a szituációkat? Nem volt vész, és már nem volt tempó, meg semmit. Gondoltam, jó, de úgy általánosában kérdezem, azért rettentesen izgulsz, és azért ezek a momentumok megvannak, nem, mert ha ennyit nem látod éppen akkor... a gyereket, akkor azért megdobban. Hát nyilván megdobban, meg valamennyire izgulok, de közel sem úgy, mint mondjuk az elején, tudod, amikor még amatőr volt, mert az a legveszélyesebb egy ilyen karrierben, tudod, amikor még ő is kicsit ügyetlenebb, a többiek, akikkel versenyzik, azok is kicsit ügyetlenebbek, azokba szoktak lenni nagy bajok. Ahol ő, amelyik szinten versenyzik, az azért full professzionális. Itt azért már kevesebb a béna, úgymond béna, vagy úgymond hülye, hogy nincs képbe. Van nyilván, de sokkal kevesebb. Azért sokkal kulturáltabb versenyzési forma, mert hogy iszonyatosan kemény, tényleg olyan testtelen csaták vannak, meg minden, hogy senki nem enged semmit. Tehát életveszélyes, hogy a rajtok, amikor 36-an elrajtolnak, azt megérkeznek 5-6-an egymás mellett, 130 legyen visszafordít, az fékeznek 5 métert, fele így egymás fején van a végén, tehát vannak érdekességek. Na, nálad ez a testtesteleni harc bejött a rallycrossba? Ez tetszett egyébként abban a szakákban? Pályakezdés? Hogyne tetszett, ha 17 éves voltam. Aha, vehemens, igen. Ide igen, az oroszlánt is. Nem is az enyém volt az autó. És jöttek ezek az öregebb pilóták, jöttek egy Baki Józsiben. Összetörött gyerek az autómat. Figyelj, annyi a dolgot, hogy amikor odaérünk a kanyar, az elemeled. Nem lesz baja. Mert én nem fogom. Tisztázzuk előre. Ez annyira hideg, Krisztiános. Igen. Én biztosan nem fogom elérni. Mondtam, hogy rúgta be a nem akarsz harcolást, akkor neked kell elvenned. Tehát ezt most az elején jobb, ha tudod. Meglátjuk, de ezt elvettem mind, tehát nem volt probléma. Volt esélyed a bajnoki címre, vagy ez volt a reális itt a Laci mögött ez a második? Abszolút. Még ez sem volt reális, ez is meg egy elég jó teljesítmény volt, de Laci akkor verhetetlen volt. Tehát egy Lancia-val ment, tudom hányszoros magyar rali bajnok volt, tehát ez egy sokkal úgymond erősebb szakákból érkezett. Most akkor azon a szinten ez így volt. Úgyhogy ő lenne semmi esély nem lett volna, tehát se a tudás, se a technika nem volt meg hozzá, ezt mondtam az elején. De végülis a második hely nem volt rossz. És akkor utána a jövő évben megkaptad a rallis licenszet, és akkor Tajnai Fői Petivel Ladába 94-ben elkezdtétek a pályafutásatokat. Hát, igen. Nem mindig értél célba akkor? Hát az első évben nem sokszor. Tehát az olyan édesapádféle stílus volt, csak nem annyira eredményes. Hát tudod, még tanulni kellett. Aha. Tehát a tempó megvolt már akkor is csak. Hát ilyen törésteszteket csináltatok minden. Az is volt, meg a futómű elmaradt, én ugratásoknál előtéren, mert úgy éreztem, hogy én láttok ugratni, de a Lada nem tudott. Tehát ezeket mind meg kellett tanulni, hogy ezekben vannak ilyen különböző alkatrészek, tudod?
De azt utána egész jó volt. Tehát amikor rájöttem, hogy nagyjából mi az a tempó, amit egy autó kibír, utána azért elég jó volt a célba érkezés iránt. Most például, amikor, mielőtt abba hagytam, ugye most már vagy 3 éve nem versenyzek, mentem 37 versenyt, és ebből 36-szor értem célba az utóbbi 4-4,5 évben. Tehát az... kicsit lehiggadtál ahhoz képest. Hát egész jó volt a célba érkezés. Igen. Az arányok jó voltak. Az arányok rendben voltak, nem nagyon volt technikaiban, nem nagyon törtük össze, de ez már nyilván pályafutáson végén volt. Hát eleinte voltak kalandok, mint amit ugye a Pisti is említett, hogy hosszába repültünk a Sajókazai, a hírhet Sajókazai gyorsan, de... Az egy kicsit később volt, de ez a dolog azért beérett, mert hogyha nem is kategória bajnok lettél, de 95-ben Lada kupa győztes lettél. Az nagyon kemény volt, igen. Tehát igen. Arra igen, és azért, azért hozom szóba, mert nagyon jó kezű pilóták ellen tudtál nyerni. Hát nagyon kemény volt a mezőny. Kis Attila, Kis Laci. Így van. Sok Radó is talán ott ment, nem? Radó Peugeot-val ment, tehát a Lada kupában nem szólt bele. Kategóriában az verhetetlen volt. Igen, igen, igen. Talán akkor ment a Csángó is, nem? Vagy akkor nem ment már? De, ment. Balatonyi Árpírtól elkezdő, mint elég komoly. Az 1-3-ban ment az Araus. A Araus, Balatonyok 1-3-ban, mi 1-6-ban mentünk. Igen. Hát most Cigány, Matics Misi, persze. Igen. Voltunk ott egy páron. Így van. És azt sikerült megnyernünk, az egész jó eredmény volt, és akkor utána jött ugye a kaszvartos időszak. No, hát remélem jó éreztetek magatokat, ennyi fért az első epizódba, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk Hideg Krisztián, Elek István, Osváth Peti és Hideg Ádám. A talk show felvételei az impozáns Kodály Központban készülnek. Világszínvonal Pécsett.